Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Jelenlegi világunkkal hogy álltok? Mennyire azt látjátok, hogy egy tök jó világban élünk? Jobb lett a világ az elmúlt 5-10 évben? Hát biztos vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik jobb lett. De a többségnek biztos nem. És mi lett a fő probléma? Hát mi lett itt a fő probléma, hogy miért rosszabb a jelenlegi világunk? De most ne feltételezzünk, hanem tényeket mondjunk. Tehát az egy tény, hogy romlott az emberek hangulata, de miért romlott? Elnyomást kapnak, igen, de közvetlenül kapják az elnyomást. Nagyon jó, már lassan oda jutunk, ahova szeretnénk, vagy szeretném. Tehát, mit mondtál? Elhitetik velük, hogy veszély van. Elhitetik velük, hogy veszély van. Nagyon jó, mert pont erre gondoltam, nagyon jó. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs veszély, nem? Vagy közel sem akkora a veszély, nem? De elhitetik, hogy nagy veszély van, nem? Erre gondoltál? Nagyon jó. Na most akkor ez mi? Ezt minek szokták mondani a civilben? Tessék? Nem. Nem. Ezt úgy hívják, hogy hazugság. Nem? Csak túl gondoltátok, vagy túl bonyolítottátok a gondolatot, nem? Gondolkozzunk egyszerűen. Tehát, hogyha olyat mondanak, ami nem úgy van, az hazugság, nem? Igen? Skype-on nincs mikrofon? Valaki elnémított? Aha, tényleg. Jó, most már van. No szóval, ha nem az igazat mondják, akkor az hazugság, nem? Tehát lehet ilyen finomítani, hogy az igazság elferdítése, nem? De azt úgy hívják, hogy hazugság. Tehát ha megnézed, akkor az elnyomás az elmúlt években abszolút értelemben miben nyilvánult meg? Abban, hogy sokkal többet hazudtak, mint előtte. Nem? És én például most is felfedeztem jó nagy hazugságot. Ti nem? Tehát most az elmúlt 72 órában, vagy 48 órában, vagy 24 órában, kinek jobban tetszik? Hát nem tudom, hogy néztetek-e hőmérőket? Nekem vannak mindenütt hőmérőim, még az udvaron is. Oké, tele vagyok hőmérővel. Szó szerint. És nem stimmel a hőmérséklet, amit mondanak. 3-4 fokkal többet mondanak, mint ami ténylegesen van. És lényeg az, hogy hazudnak a hőmérséklettel kapcsolatban. Is. De nem ilyen 1-2 fokot, tehát lehet azt mondani,
hogy mikor azt mondták, hogy 37-38 fok lesz, akkor lehet azt mondani, hogy biztos van olyan hely. Hát valami kemencébe esetleg, vagy napon, de nekem van egy olyan hőmérséklet, tehát egy időjárás programom, telefonom, ahol én beraktam olyan településeket, ahol nekem ismerőseim, vagy barátaim, vagy rokonaim laknak. És ez gyakorlatilag szana széta az országba, egész nyugat, a legnyugatabb ponttól egész a legkeleti pontig, egész a legészaki ponttól a legdélebbi pontig, beleértve az ország közepét is. Sehol nincs 37 fok. Sehol. Oké, az egész országban. Sehol. Tudjátok, hol van? Rómában ott van. De az nem Magyarország. Most mi közünk nekünk ahhoz, hogy Rómában 37 fok van? Érted? És egész Európában, hát én megnéztem, például Nápolyban 32 fok van, érted? Jó, az tengerpart. A Róma meg nem tengerpart. Tehát mit tudom én, megint néztem azokat a városokat, amik érdekelnek, jó, az tengerparti. Például mit tudom én, Horvátország, horvát tengerpart, olasz tengerpart, 27-29 fok. Milyen 37? Most? Miről beszélünk? Tehát Magyarországon 33-34 foknál az elmúlt napokban nem volt több sehol. Tehát ez úgy működik, hogy értsük, ha az embereknek, tehát mit tudom én, elkezdenénk mondani, hogy hú, de milyen meleg van, és bejönne egy ember, aki nem mondja, akkor ő is azt érezni, hogy milyen meleg van, közben nincs is meleg. Érted? Tehát az emberek úgy működnek, hogy az emberekkel el lehet hitetni, hogy mondjuk melegebb vagy hidegebb van, mint ami ténylegesen van. De hát mindenkinek van szeme, rá tud nézni egy hőmérőre, rá tud nézni olyan programra, ami megmondja, hogy a te utcádban hány fok van. Érted? Na most, de az emberek mindent elhisznek. Rekord meleg volt az elmúlt egy héten. Ezt mondta ma a rádió, képzeld el. Az elmúlt egy hétben minden meleg rekord megdőlt Európába. Én néztem. Semmilyen meleg rekord nem volt Európában, érted? Semmi. Tehát úgy hazudnak, mintha könyvből olvasnák. És ezt a hazugságot tudod mikor kezdték el? Megmondom neked. Amikor volt az az augusztus 20-ai vihar. Odáig ilyen, hogy vörös riasztás, meg ilyen riasztás, meg olyan riasztás, nem volt. Nem volt. Az az augusztus 20-ai vihar óta elkezdték ezeket a barom riasztásokat, érted? És mondom, azelőtt soha nem volt ilyen. Akkor is voltak olyan, hogy 35-36-37 fok is volt. Emlékszem, mert onnan tudom, hogy volt 37 fok, mert pont amikor a legmelegebb volt, mentem le előadást tartani vidékre, még a 2000-es évek legelején, pontosan 2000-ben, még garanciás volt az autóm, és a légkondi fölmondta a szolgálatot útközben. És garanciában megcsinálták természetesen, és én 99-ben vettem az autómat, és ez ugye, hát még lehet, hogy abban az évben volt, akkor ez 99-ben volt. Oké? És akkor mértünk először a 37 fokot. Szóval voltak régebben is melegek. Jó, ilyen 40 fok az nem volt. Bár nem tudom, hogy mértünk-e 40 fokot. Konkrétan lehet, hogy mértünk, nem tudom az elmúlt években, de hogy most nincs 37 meg 38 fok itt Magyarországon, az hód biztos, ha csak nem, napon nézik. Na napon még több is van, természetesen. Vagy úgy, hogy olyan árnyékba, ahol mellette odasüt a nap,
de maga a hőmérő árnyékban van. Mert úgy is lehet több természetesen, mert ugye a levegőt felmelegíti a nap. Szóval lényeg az, hogy nekem különböző helyeken, még az udvaron is el vannak helyezve hőmérők. Ráadásul minden autómban van külső hőmérő, a lakásban is van hőmérő, de a lakás hőmérséklete az tök mindegy. Ha megnézitek itt az irodába is, kettő hőmérővel tudtok találkozni. Itt a terem és a mellette lévő helyiségekben. Tehát ami azt jelenti, hogy mindig érdekelt, hogy valóságban mennyi a hőmérséklet, és azt látom, hogy a hőmérőim és a program hőmérséklet mutatás az gyakorlatilag mindig azonos. Tehát mindig azonos. Na most én nem tudom honnan veszik, de hogy nem stimmelnek ezek a dolgok, de ez csak egy dolog, egy apróság. De bőven elég arra, hogy az embereket stresszelje. Érted? Ha azt mondják, hogy 34 fok van, vagy éppen ma 33 volt, tegnap melegebb volt, mert 34 volt, ma nem volt több 33, már csak úgy mondom, legalábbis itt Budapesten. Tehát az azt jelenti, hogy ha 33 fokot mondanak, akkor azt mondja az ember, hogy hát az szokott máskor is. Ha azt mondják, hogy mit tudom, 38, hát már az nagyon, nagyon meleg, érted? Tehát az ember bestresszel tőle. És a legtöbb ember nem fogja megnézni a hőmérőt. Érted? Sőt, nem fogja megnézni mondjuk az applikációt, hogy mennyi a hőmérséklet azon a környéken, ahol jár. Érted? És elhiszik, hogy annyi van. És mit csinál? Mivel sokkal többet mondanak, stresszel. Na most a stressznek milyen hatása van az emberre? Idegi hatása van. Tehát az, erre szokták mondani, te is mondtad már, hogy hát ez az idegeimre megy. Na a stressz az az ember idegeire megy. Tehát a stressz az tönkre teszi az ember idegeit. Mit jelent az, hogy ugye tönkre teszi az idegeit az ember? Mit jelent az? Azt jelenti, hogy az egyén az alapvetően nyugodt. Tehát nem ideges. És minél több stresszet kapott az idegrendszered, annál hamarabb fel tudod magadat idegesíteni. Világos ez? És a stressz onnantól keletkezik, amikor megfogantál. Tehát a fogantatás időszakától keletkezik a stressz. Oké? És hol van akkor még az embernek idegrendszere? Mégis hat az idegrendszerére, és akkor képzeld, mire kialakul az ember idegrendszere, ugye az mondjuk több hónap az édesanyja méhében eltöltött időszak után ugye történik meg, onnantól kezdve ugye az idegrendszer kialakult, és közvetlen befolyással is bír az idegrendszerre a stressz, de ott még csak az édesanyja, az ember édesanyjának a stressze, és utána minden stressz gyengíti az egyénnek az idegrendszerét. Tehát minden stressz. Nyilván ez azt jelenti, hogy nagyon jelentős stressz, az nagyon jelentős mértékben gyengítheti az egyén idegrendszerét. Egy kisebb stressz, kisebb mértékben. És ugye onnan kezdődik a dolog, hogy már az édesanyja hasában az illető milyen stresszeket élt meg, ezáltal milyen erős idegrendszerrel születik. Na most, az idegrendszerünk erőssége
stressztűrő képessége, az pedig befolyásolja a hangulatunkat. Tehát ha az idegrendszered stressztűrő, tehát magyarul jön egy stressz és nem idegesíted fel magadat, tehát az idegrendszered stressztűrő, akkor a hangulatod nem romlik el a stressz hatására. Ha az idegrendszered gyenge, akkor ér egy stressz, és úgy fog megnyilvánulni a stressz, hogy leromlik a stressztől a hangulatod, mert az idegrendszer egy gyenge, tehát mit jelent a gyenge idegrendszer? Tehát ideges leszel a stressztől. Világos ez? Na most, ez mit jelent tehát? Azzal, hogy idegesítenek, stresszelnek, rontják, rombolják az ember idegrendszerét, ezáltal rontják, rombolják a hangulatát, és az embernek a hangulata úgy működik, hogyha sokat rossz hangulatban van, akkor előbb-utóbb úgy marad. Tehát az azt jelenti, hogy az általános hangulata az egyénnek leromlik, és egy leromlott állapotban marad. Na most, ez úgy működik, hogy a hangulatunk, és tehát akkor hogy alakul ki a rossz hangulat? Az idegrendszer hatására. Az idegrendszer, ha a stressz éri, ugye akkor mondhatjuk, hogy a stressz hatására lesz az ember ideges. Na most akkor nézzük tovább. A hangulat pedig úgy működik, hogyha a hangulatunk és a szervezetünk működése az párhuzamos. Tehát az azt jelenti, hogyha egy egyén tehát hangulata jó, akkor a szervezete is jó állapotban van. Ha rosszabb állapotba kerül a hangulata, akkor a szervezet működése is, tehát a szervezetének a működése is rosszabb állapotba kerül. Ez azt jelenti, hogy például mondjuk akkor fázol meg, vagy akkor leszel mondjuk influenzás, amikor éppen nem túl jó hangulatban vagy. Ugyanis jó hangulatban nem lennél nem kapnál el megfázást, nem kapnál el influenzát, érted? De ez nem csak a megfázásra, influenzára vonatkozik, a szervezet teljes működésére vonatkozik. Az azt jelenti, hogy a rosszabb hangulatú embernek az összes szervei rosszabbul működnek. Tehát az azt jelenti, hogyha valaki tartósan rosszabb hangulatúvá válik, akkor tartósan a szervei rosszabb működést produkálnak. Világos ez? És képzeljétek el, a működésünkhöz, az életben történő működésünkhöz kapcsolhatók szervek. A szerveink. Az azt jelenti, hogyha bizonyos életterületeinken rosszabb hangulatokat produkálunk, mint úgy általában, akkor bizonyos szerveink kezdenek el rosszabb működést produkálni. Érthető ez? Ha az összes életterületeden rossz hangulatban működsz, akkor az összes életterületedhez kapcsolódó szerveid, tehát az összes szerved elkezd rosszul
működni. Érted? Csak azt nem értem, hogy ezt miért nem tanítják az embereknek. Mondjuk általános iskolában ezt kellene tanulni. Ja, csak akkor az emberek odafigyelnének arra, hogy a hangulatuk jó maradjon, és akkor mi lenne az egészségiparral, vagy betegségiparral, inkább úgy mondanám, az betegségipar, amely ráépült egy ipar a betegségekre. Akkor azok a mi lenne, tönkre mennének? Márpedig ugye a betegségipar az egyik legnagyobb hasznot produkálja. Akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát, hogy értsétek a problémát, jó? Tehát van egy egyén, aki mondjuk nagyon szeret barátkozni. Legyen mondjuk egy férfi. Oké? És haverokkal, amikor van, tök jó állapotú. Érted? Ott elnevetgél, elhűl. Tehát jó hangulatú, mondhatjuk azt. De mondjuk hazamegy az asszonyhoz, és már is a hangulata összeborul. Érted? Tehát az ő egyik életterülete, amit úgy hívnak, hogy párkapcsolat, az romokba hever. Oké? Ezért, ugye, mint mondtam, minden életterülethez kapcsolódik szerv. Oké? Ezért olyan szervei, ami a párkapcsolathoz kapcsolódnak, elkezdenek nem úgy működni, ahogy kellene. Oké? Ugye, például az összes páros szerv. Akkor például a prosztata, ha férfiről van szó. Nőnél mellek, női ivarszervek. Oké? Ez csak példaként mondom. Tehát minden életterülethez kapcsolódnak szerveink. Oké? Nem tudsz olyan életterületet mondani, amihez ne kapcsolódna szervünk. Nagyon jó ki lett az ember találva. Baromi jól. Na most, akkor megkérdezném, hogy vajon az evolúció ezt hogy hozta létre? Tehát az evolúció hogy tudta kitalálni, hogy milyen életterülethez milyen szerv kapcsolódjon? Kérdezem az evolúció buziktól. Oké? Akik meg vannak győződve az evolúciós elmélet helyességéről, meg igazságáról. Tehát maga az evolúció az egy értelmes dolog volt, amely tudott gondolkodni, agyalni, hogy na most én itt vagyok evolúcióként, és vajon melyik életterülethez milyen szervet kapcsoljak? Ezt egy értelmes lény meg tudja csinálni. Csak nem egy evolúció. Világos ez? És mondom még egyszer, ha körmödde van gond, ahhoz is kapcsolható életterület. Mindenhez, a hajszálaidhoz kapcsolható életterület. Érted? Akinek már nincs, akkor azért. Szóval, lényeg az,
hogy ezt hogy találta ki az evolúció? Tehát tessenek elgondolkodni rajta. De az, ami a legfontosabb ebben a kérdésben, amiről már beszéltem, hogy a hangulatod és a szerveid működése, azok párhuzamosan működnek. Oké? És azon a területen kezd el probléma lenni, egészségügyi probléma, ahol az embernek a hangulata lecsökkent. Oké? Mert tudjuk, hogy az embernek van egy általános hangulata, de az, ember, az előbb mondtam példát, hogyha a barátokkal van, tök jó hangulatú. Ha hazamegy, párkapcsolatban, pedig tök rossz hangulatú. Na most mondok példát. Hány olyan embert ismersz, hogy tök jó vele együtt lenni? De ha elmegy a munkába, ott meg baromi rosszul érzi magát. Érted? Tehát a munkánkhoz is kapcsolódik szervünk. Világos ez? Nem mondom, nem tudsz olyan életterületet egy embernél, amihez nem kapcsolódik szerve. Képzeld el? Tehát ráadásul még azt mondanád, hogy ó, hát akkor ez most frankó, ki kell venni a szerveket, és akkor már nem kapcsolódik hozzá probléma, nem? Hát tök jó. Hát egy budgyant orvos erre a következtetésre jut. De egy épp elmélyű, az nem jut erre a következtetésre. Oké? Mert, most mondok példát, jó? Tehát én ismertem olyan embereket, akik nem az útjukat járták. Oké? Először az egyik lábát vágták le. Nem oldódott meg ez a probléma. Utána a másik lábát vágták le. Nem oldódott meg ez a probléma. Érdekes mód. Oké? Hogy nem az útját járta. A harmadik fokozat az volt, hogy meghalt. Érted? Ez volt a harmadik fokozat. Ugyanis, ha valaki nem az útját járja, minek él? Minek él? Hm? Jaj, mert hát te nem tudod, mi az utad. És nem kéne utána nézni. Hm? Nem épp itt lenne az ideje, hogy utána nézz annak, hogy mi az utad. Hm? Tehát gondold végig, itt van egy olyan terület, hogy a hangulatunk hogyan kapcsolódik a szerveinkhez. Ez nem egy ilyen misztikus dolog, ez egy tudomány. Csak az emberek elől eltitkolják. Erről a világon nagyon sok ember képezte magát már. Érted? Hogy a hangulat és a működésünk és a szerveink azok hogyan kapcsolódnak össze. Tehát azért, mert te nem tudsz róla, azért ez szerinted nem létezik. Tehát akkor most mondok egy példát, ugye létezik olyan, hogy űrhajó, nem? De mondjuk egy tévét vagy rádiót nem néző, ilyen benszülött afrikai törzs,
akik sose hallottak arról, hogy űrhajó, és nincs is benne a szókincsükben, akkor ugye az ő számukra gyakorlatilag nincs olyan, hogy űrhajó, de hát ezáltal nem is létezik, mert ők nem ismerik, azáltal nem is létezik olyan, hogy űrhajó? Tehát attól, hogy valaki valamiről nem tud, attól az még létezhet. Tehát most oda menne az a benszülött törzs egyik tagjához valaki, és elkezdné magyarázni ezt, hogy űrhajó, akkor valószínűleg nem tudna mit magyaráz, de ha jól körülírnám, vagy lerajzolná, hogy ez így néz ki, akkor még egy dolog történhet. Az a benszülött törzs tagja azt mondaná, hogy akkor sem létezik, mert én még nem láttam olyat, tehát nincs. Vagy azt mondaná, hogy miért ne létezhetne. Most azért megkérdezném, hogy mondjuk vegyük azt a példát, hogy a benszülött törzs két tagjához oda megy ez az emberke, és elmagyarázza ezt az űrhajót, és az egyik azt mondja, hogy olyan nem létezik, a másik meg azt mondja, hogy miért ne létezhetne. Na most a kettő közül melyik a hülye? Gondold végig. Vajon az, aki azt mondja, hogy Artus nem létezik, vagy az, aki azt mondja, hogy hát miért ne létezhetne? Na szerinted melyik a hülye? Hallani akarom. A tiltakozó, nem? Na most, ha te tiltakozó vagy, akkor ki a hülye? Kérdezem. Jó? Ja? Szóval talán kellene gondolkodni, és nem mindent elhinni. Tehát azt gondolod, hogy amit nem tanítottak neked az iskolákban, az nem létezik? Hát én azt láttam, hogy én rengeteg olyan dolgot tanultam, és meggyőződtem róla, hogy létezik, amit nem az iskolákban tanultam. Na, erre varják gombot. És nem szittam ezért az iskolát, nem. Sőt, nem is foglalkoztam azzal, hogy miért nem tanították ezt az iskolába. Örültem, hogy hozzájutottam ahhoz a tudáshoz. Világos ez? Szóval, nem gondolkodtál azon, hogy az embernek olyan dolgokat is tudnia kellene, amit az emberek elől eltitkolnak? És akkor ugye felvetődhet benned, hogy hát miért titkolnák el? Titkolnák-e? Hát most gondold végig, mondom, az imént már említettem, hogyha az emberek tudnák azt, hogy az életterületeik, a hangulatuk és a szervezetük működése hogy függ össze, és erre odafigyelnének, akkor nem lennének betegek. Érted? És ezt tudod, mit jelent? Amit az imént már elmondta. Lehet, hogy összedőlne a betegség ipar. És lehet, hogy a világ leggazdagabb emberei már nem lennének olyan gazdagok. Tehát miből gazdagodnak a leggazdagabb emberek? A világ leggazdagabb emberek. Hát abból, hogy a tömegek vásárolnak, most
olyan dolgokat is, amire nincs szükségük, meg olyan dolgokat is, amire ha bizonyos dolgokat ismernének, akkor nem lenne szükségük. Érted? Tehát most gondold végig, mennyien szednek valamilyen gyógyszert. Na most, ha azzal sok ember nem szedne gyógyszert, mert egészséges lenne, akkor mennyi pénzt maradna az embereknél, és nem a gyógyszergyártók zsebébe vándorolna? Ugye a gyógyszer, mondom, az egyik legnagyobb hasznot produkáló iparág. Oké? Tehát honnantól? Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. Amikor Rockefeller a második világháború idején be kellett fektetnie gyógyszergyárakba, illetve vegyi gyárakba. Tehát vegyi gyárakba. Oké? És amióta Rockefeller elvtárs betette a lábát a vegyiparba, azóta lett érdekeltség, hogy minél több ember fogyasszon gyógyszert a világban, sőt, elérte ez az elvtárs, hogy ez a Rockefeller elvtárs elérte, hogy azok az emberek, akik természetes gyógymódokat alkalmaztak, törvénybe tiltva legyen, hogy természetgyógyászattal gyógyíthassák az embereket. Törvényben tiltva. Érted? Még ezt is elérte ez a faszi. Oké. Na most, hogy tisztállássuk a dolgokat itt a világunkban. Tehát ez a világ, ez szuper lenne, hogyha az emberek nem hagynák manipulálni magukat. Ez azt jelenti, hogy elég tudatossággal rendelkeznének. Érted? És átlátnának a manipuláción. De ez úgy működik, hogy tisztában legyél ezzel a kérdéssel. Minél kevesebb tudása van valakinek az élet és az ember működéséről, de bármilyen területről, azon a területen annál jobban átverhető. Tehát még egyszer mondom, minél több tudása van egy embernek egy területen, annál kevésbé átverhető azon a területen. Tehát most mondok példát, jó? Tehát van egy szakember, mondjuk, aki autószereléssel foglalkozik. Azt nehezen vered át az autókkal kapcsolatban. Világos ez? Tehát mit tudom én, mondjuk valaki szakember a könyveléssel kapcsolatban. Azon a területen azt a szakembert a könyveléssel kapcsolatban nehezen vered át. Érted? De ez nem csak a szakmákkal kapcsolatos, hanem mindennel kapcsolatos. Ahhoz a területhez, amihez fogalma van az embernek, azon nehezebben átverhető. És minél nagyobb fogalma van azon a területen, annál kevésbé verhető át. Világos ez? Közben itt löbdösöm az egeret, úgy látom. Hát az egérnek az a dolga, hogy szaladjon, tudod. Csak el ne bújjon a lukba, az a lényeg. Akkor nehéz lesz megkeresni. Szóval, hát lehet, hogy ennek nincs farka, tudod, nem szaladna utána. Pedig a zsinóros egérnek volt farka, tudod. Ennek már nincsen. Szóval lényeg az, hogy
Gondold végig. Tehát azon a területen vagyunk átverhetők, amihez halvány lila dúsztunk nincs. Érted? Ha már egy kicsi fogalmad van, már kevésbé vagy átverhető. Minél nagyobb tudásod van, annál kevésbé vagy átverhető. Oké? És én azt látom, hogy egy olyan világban élünk, ahol vannak az élettel kapcsolatos dolgok, az emberek élete, életterületei, és megpróbálják az embereknek az életterületet, nézzük már meg úgy nagyjából milyen életterületeink vannak, csak hogy jó, itt a 10 életterület, és nyilván ezen belül vannak a különböző részletek az életterületekben, és minél több ismerete van akár a részletekre is az embernek, annál kevésbé a részletekben is átverhető. Na most mondok példát, jó? Hát talán az egyik legjobb példa, amiben a legnagyobb változás történt itt az elmúlt évtizedekben, az talán a párkapcsolattal kapcsolatos gondolkodás. Tehát ugye én az a generáció vagyok, aki még találkozott az 1800-as évek vége felé született emberekkel. Oké? Hát hogyha te, mit tudom én, mondjuk 80-as évektől születtél, már nem valószínű, hogy találkoztál olyan emberekkel, akik a 1800-as években születtek. Tehát neked azzal kapcsolatban, hogy mi volt a múltban, azt mondanak, amit akarnak, mert te nem győzöttél meg róla. Ugye én meggyőződtem róla, tehát én még gyerekeskedtem olyan helyen, ahol petróleumlámpa világított áram helyett. Érted? A vidéki nagyszüleimnél. Szóval láttuk azt, hogy hogyan működik itt párkapcsolat. Láttuk, hogy a múltban ki volt a családfő. Soha nem az asszony. Oké? Mindig a férfi. Na most, ehhez képest most megnézed, az egész így, tudod, mint a homokórát, mikor megfordítottad. Puff! Fordítva működik. Így is folyik a homok, csak ellenkező irányba. Érted? És azt gondolják például a fiatalok, hogy ez a természetes, érted? És szó nincs arról, hogy ez évezredeken keresztül nem így működött. Szó nincs róla. Hanem az van, hogy az a természetes, hogy tudom én, 10-ből 8 párkapcsolatnál a hölgy az erősebb. Mit jelent az az erősebb? Akaratosabb. Oké? De lehet, hogy nem 8, csak 7. Mindegy. Ezt a tévedést talán megbocsátjátok. Szóval én rengeteg párkapcsolatban belefolytam már, hiszen párkapcsolati kócs is vagyok, és elég mesterien művelem ezt a dolgot. Most képzeld annyira, hogy volt olyan párkapcsolat, ezt még csak a képzésben meséltem el, most itt is elmesélem, hogy éppen szétmenni akartak, még nem voltak házasok egyébként, tehát szétmenni akartak,
elkezdtük a coachingot, és mire a coaching végére értünk, egy alkalomról volt szó, nem több napig beszéltünk, azért mondanám, hanem két-két és fél órát körülbelül, a végére megkérte az illető kezét, mármint a férfi a hölgy kezét, jó? De úgy, hogy ők most már szétmennek, kész, ennyi, úgy jöttek hozzám ezt a coachingra, jó? És ráadásul ezt még nem is közvetlen személyesen intéztem, hanem interneten keresztül, oké? Jó, tehát azóta egyébként házasok, úgyhogy itt vannak és hallgatnak éppen az előadásban, jelen vannak, szóval hát elég jól művelem ezeket a dolgokat, tehát elég sok párkapcsolattal találkoztam, és tényleg ez a tapasztalat, hogy a túlnyomó többségében a hölgyek erősebbek. Jó? Tehát a férfiak, mondhatjuk azt, hogy gyengék. Jó? Na most nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát talán ez a legjobban megfigyelhető, hogy mennyire feje tetejére állt az egész. És nem azáltal, hogy ez egy természetes folyamat lett, a fejlődés természetes folyamata. Hát képzeld el, ha a fejlődés természetes folyamata az lett volna, hogy megváltozik és a hölgyek erősebbek lettek, mint a férfiak, akkor miért nem lettek ezer éven keresztül? Miért pont csak ebben a pár tíz évben? Érted? Mert csak ebben a pár tíz évben. Tehát onnantól kezdett ez megváltozni, amikortól elsősorban a filmekben elkezdtek más mintákat mutatni. A filmekben. Oké? Még addig sem változott meg, míg a kezdetben olyan filmeket adtak, ami teljesen normális párkapcsolatot mutatott. Tehát még a fekete-fehér filmek, azok még normális párkapcsolatot mutattak. És onnantól, mikor elkezdődött a színes film, onnantól ez megváltozott. Tehát az embereket a szemükön keresztül kezdték el manipulálni, befolyásolni a változásra. Oké? És ugye a színes film az manipulatívabb, mint a fekete-fehér, csak úgy mondanám. Oké? Tehát ugye a színes film az mikor indult? A 60-as években. Oké? Addig fekete-fehér filmek voltak. Szóval, lényeg az, hogy, és mondom, ez csak egy példa volt, talán a legvilágosabb példa, de mondanék egy másik példát is, jó? Amit szintén ilyen 180 fokos fordulatot csináltak. Jó? Itt van a gyerekekkel való működés. Az azt jelenti, hogy mostanában megint csak azt mondanám, hogy a 10-ből 7-8 esetben nem a szülő vezeti a családot, hanem a gyerek. Tehát a gyerek vezeti a családot, tehát megkérdezik a gyerek véleményét, mit akar, és a gyerek akarja, akkor csinálják. Ha a gyerek nem, akkor nem. Oké? Soha életben nem volt olyan, hogy kikérték volna az én véleményemet a szüleim. Soha. Egyszer sem. Oké? Gyerekkoromban. De felnőttként sem. Oké? Tehát, de most nem rólam szól a történet, hanem megint csak visszamegyünk a múltban, több ezer éven keresztül a szülők nem kérték ki a gyerekeik véleményét. Oké?
Jó, és akkor nézzük tovább. Tehát ez is totál megfordult. És nem azért csinálják a szülők a gyereknevelés időszakában az életüket úgy, ahogy csinálják, hogy az nekik jó legyen, hanem az, hogy a gyereküknek jó legyen. Érted? Régen, bocs, hogy ezt kell mondanom, leszarták azt, hogy a gyereknek mi a jó. Világos ez? A szülők. Úgy csinálták, ahogy nekik volt jó. Világos? Most meg a család központi személye az a gyerek, és nem a házaspár. Világos ez? Tehát ez is megfordult. Olyan szépen elérték. Ezáltal megnézed, mi volt régen? Én nem ismertem olyan embert, aki ne tisztelte volna a szüleit. Most alig ismersz olyan embert, aki tisztelni a szüleit. Érted? Akkor nézzük tovább. Van még itt egy olyan terület, ami óriási mértékben megváltozott. Mi kettő is. Itt van a munka például. Munkával kapcsolatos. Régen, még a háború előtti időszak, ez nem is olyan régi, második világháború előtti időszak. 80 éve. Nem olyan rég volt. Akkor ez úgy volt, hogy a Magyarország lakosságának, nem csak Magyarországon van itt, volt így, hanem a világ többi részén is, nagy része, nagyon nagy része az vállalkozó volt. Oké? A kisebb része, egy igen kis rész, az volt alkalmazott. Szolga. Szolgának hívták. Világos ez? Szolgának. Jó? Tehát az alkalmazottat a szolgának hívták régen. Most a szolgát azt alkalmazottnak hívják. Jó? Tehát szebbé tették. Oké? Na miért jól hangzik az, hogy alkalmazott, mint az, hogy szolga? Ó. Na szóval. De a lényeg ugyanaz. Az arány ez Magyarországon milyen volt? A szolga volt 20%, az a vállalkozó pedig 80%. Most mi a helyzet? Körülbelül 20% a vállalkozó és 80% a szolga. Tehát pif, ez is a homokóra fejtetőre állítjuk, megkifogyott belőle a homok, tudod? Ugyanaz. Megváltozott ez a dolog is, teljesen. Sőt, ha visszamennénk az időrendben, mondjuk az 1800-as években, még kevesebb ember volt szolga, és még több vállalkozó volt. Oké? Tehát mit jelent a vállalkozó? Saját bolt, saját üzlet, saját állattartás és abból élés, saját növénytermesztés és abból élés, stb. 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 Saját kereskedelem, stb. Stb. Oké? Jó? Ez ezt jelenti. Egyébként erről jut eszembe. Van egy műsor a tévében, amit rendszeresen nem néz. Az, hogy az a címe, hogy építkezés, jaj, de nem az a címe, hanem nagyra törő tervek. Eszembe jutott. Eszembe jutott. Nagyra törő tervek, az a címe, kezdve. De ez mind házépítésre vonatkozó. Érted? Nagyra törő tervek házépítéssel kapcsolatban. Ezért mindenki, aki építkezik, az óriási pénzekből építkeznek, érted? Tehát ilyen sok 10 millió forint átszámítva, vagy akár 100 millió átszámítva.
senki nem jön ki a kalkulált összegből, mindenkinek többe kerül, minimum 10-20-30%-kal, de van amelyiknek 60-80%-kal többe kerül, de nem ez a lényeg, hanem a nagyra törő tervekben egy alkalmazott család sincs, mind az összes vállalkozó, kivétel nélkül. Ezt csak úgy mondanám. Drága alkalmazottak. Tehát nektek soha sem lesz nagyra törő terveitek. Világos ez? Soha. Tehát mondom, ebben a műsorban még egyetlen egy olyan házaspár nem volt, vagy egyén, mert egyénnek is van olyan, aki egyénileg csinálja, nincs is párja, mind az összes kivétel nélkül vállalkozó. Világos ez? De mondom, olyan építkezések, hogy sok 10 millió forint, vagy több 100 millió forint összeg. Gőépítkezések. Oké? Tehát az a több 10 millió, az nem 20 millió, hanem ott kezdődik, hogy mondjuk 60-80 millió. Érted? Átszámítva. Minimum. Alsó hangon. Jó? Tehát nem kellene elgondolkodni azon, hogy vajon miért értékel? Tehát nem tudom, tudod-e, hogy kik adóznak a legtöbbet az állam felé? Felsorolom neked, jó a sorrendet? A legtöbbet adózók a jövedelmük után, tehát a jövedelmük után kik adóznak a legtöbbet? A szolgák, tehát az alkalmazottak. Utána az egyéni vállalkozók, jó? Utána a kis vállalkozások, a kis cégek, BT-k. Utána a KFT-k, jó? És utána a részvénytársaságok. Jó, és akkor utána mondhatjuk tovább, hogy vannak olyan, hogy egyesületek, utána alapítványok, érted? Tehát adózási sorrendet mondtam, ami azt jelenti, hogy a legtöbbet adózót tettem az elejére, és a legkevesebbet adózókat tettem a végére. Világos ez? Hát ezért, hogy legyen állami kellő bevétel, kell a sok szolga, kell a sok alkalmazott. Világos ez? És el kellett érni, hogy az emberek alkalmazottak legyenek. A parlamentben tudod hány alkalmazott van? Nem a takarítónőre gondoltam, hanem akik ott a szavazáson ülnek, érted? Ott a ülésteremben. A saját cégükben alkalmazottak max. Mind vállalkozó, érted? De valószínűleg nem is egyéni vállalkozó. Még az sem biztos, hogy BT tagok ülnek a parlamentbe. Minimum KFT tagok ülnek a parlamentbe. Világos ez? KFT tagok, részvénytársaság tulajdonosok, akkor egyesület és alapítvány tagok, érted? Ülnek a parlamentbe. De elérték, hogy te ne az legyél. Gondolkozz. És akkor nézzünk még egy területet, bár szorít az idő nagyon, ami totál feje tetejére lett állítva. Tízes. Tízes. Régen minden ember hitt valamilyen Istenben. Van, aki Sívában, van, aki Jehovában, van, aki csak úgy nevezte, hogy Isten. Jó, de mindenféle volt. Jó? Allah például. Minden volt. Na most, jött egy új időszak,
a 20. század elejétől, amikor valami marha kitalálta, hogy hát ez nem jó, hogy az emberek ilyen hívők. Ki kellene találni azt, hogy nincs Isten. Oké, hogy az emberek felejtsék el ezt az Isten kérdést. Oké. De természetesen ez nem így fog ám menni, hanem hát azért ennek lesz egy átmeneti része, még mindig az átmenetben vagyunk egyébként. És hát egyre többen, ugyan mit tudom én, megkeresztelik ilyennek, meg olyannak, meg amolyannak, de igazából nem fogja vallani azt, hogy valami istenséghez tartozna. Tehát imádna valami Istent. Hát akkor mit imádjon? Hát valami mást kéne oda betenni helyette. Nem én mondom, ezt ők találták ki. Hát mi lenne, hogyha a pénzt imádná? Az Isten helyett. A pénzt. És tudod, ez a gond azzal, hogyha meg akarnák szüntetni a pénzt. Mert akkor az embereknek akkor is kell valamit imádni. Mit fognak akkor imádni? Ha nem a pénzt. Akkor megint visszatérnek az istenekhez? De csak úgy fölteszem kérdőjelként. Jó? Logikus, nem? Tehát, ugye ez azt jelenti, hogy szépen elérték azt az evolúció révén, a Darwint úgy kellett volna felakasztani, hogy van még, mielőtt ezt a baromságát kitalálta. Oké? Hogy nem tudom, abban az időben volt-e giotin, az is jó lett volna neki. Szerintem már volt akkor javában. Az is jó lett volna neki. Még nem tette valaki oda. Szóval, kitalálta ezt a baromságát, érted, ezt az evolúciós elméletét. De ez nem evolúciós tudomány, ez egy bolond ember elmélete, érted? Tehát ott van, evolúciós elmélet. Nem evolúciós tudomány, evolúciós elmélet. És ezt nem veszi senki észre, hogy az az elmélet, az egy egyén szüleménye, az elméjéből kipattant, érted? És ezt elkezdték követni emberek. De hogy tudták követni? Hát most gondold végig, ezen a földön, a múltban, hogy lehet valaki világhírű? Hogy lehetett? Amikor még nem volt internet, semmi, érted? Hogy lehetett valaki? Vagy úgy, hogy beszületett egy olyan családba, amelyik már világhírű volt, így is, úgy is, és ő a világhírű család sarja lett. Vagy úgy lehetett valaki világhírű, hogy gazdag emberek szponzorálták. Ez még most is így van egyébként. Még most is így van. Hát a Facebookot hogy lehetett létrehozni? Hát úgy, hogy a Rockefeller az rokonka volt. Hát a Rockefeller az rokonka volt. Oké? Okay? Úgy lehet. Persze. Szóval, mondom, gondold végig. Mennyit pénzt fizethettek ennek a hülye Darwinnak, hogy ő világhíres lett. Érted? És hogy az ő baromságát elkezdték elhinni. Mennyit fizethettek?
Most gondold végig, ott volt egy úgynevezett a világ legtöbb találmányát adó személy, az nem Einstein volt, azt úgy hívják, hogy Tesla. De Teslát nem szponzorálta senki, érted? És ezért a rengeteg találmányának a jó része az totál semmivé vált, érted? Mert nem szponzorálták. Tehát lásd már át, hogy azokat az embereket, akik így hirtelen előtűnnek a semmiből, és hirtelen nagyon híresek lesznek, azt mind szponzorálták nagyon gazdag emberek, belefektettek az egyénbe pénzt, és annak a hasznából később ők részesednek. Oké? Ezt át kellene látnod, tisztába kellene lenni ezzel a dologgal. Tehát a semmiből nem lehet kinőni, a valamiből lehet kinőni, érted? Ha semmiből akar az ember kinőni, az nagyon sok idő szükséges. Világos ez? És ez a kelekótya Darwin, ez a semmiből nőtt ki. Ha csak neki is nem volt egy ilyen rokonkája, tudod? Ilyen szponzorkáló rokonka. Oké? Szóval elérték az embereknél, hogy az Istenükben ne higgyenek. Miért kellett elérni? Mert egy ember, ha etikus, és úgy hisz az Istenében, és ha még ráadásul jó hangulatú is, aha, ez kulcskérdés itt is, akkor még intuíciókat is kap. És netántán elkezd, képzeld a balgáját, még helyesen cselekedni is. Képzeld el. És az kinek jó, hogyha ő helyesen cselekszik? Hát neki biztos, meg a családjának is, meg a környezetének is. De vajon a hatalomnak valami jó lenne, hogy helyesen cselekszik? Hát az nem annyira. A gazdagoknak jó lenne? Az se. Hát miért lettek a gazdagok sokkal gazdagabbak, mint valaha a történelem során? Mert sokkal több a szolga. Soha történelemben ilyen arányú szolgaság nem volt, mint most. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy a szolga mindig sokkal jobban ki volt használva. Oké? És ha sok a szolga, akkor nagy a gazdagodás. Világos ez? Ilyen egyszerű. És őket csak egy érdekli, hogy gazdag legyen. Minél gazdagabb, érted? Még annak örülne a legjobban, hogyha még a lelked is a tied lenne. Az övé lenne, érted? Nem a tied, hanem az övé lenne. Még a lelked is. Mert most gondold végig, ha több a hiteled, mint a vagyonod, akkor gyakorlatilag a testedet megvette. De ő azt szeretné, hogy a lelked is az övé legyen. Na most ahhoz, hogy a lelked is az övé legyen, ahhoz ménkű hülyének kell lenned. Oké? Mert ha túl okos vagy, akkor nem adod el a lelkedet neki, érted? De ha elég hülye vagy, akkor eladod. Szóval, de tényleg ez komoly, tehát ez nem viccből mond, viccesnek tűnik, ez komoly. Oké? Tehát úgy tudják megvenni az emberek lelkét, hogyha minél rosszabb és rosszabb hangulatban vannak. Világos? És kevesebb a vagyonuk, mint a hitelük. Oké? Tehát még egyszer, ha több a hitel, mint a vagyon,
akkor megvették már a testét. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag azt kezdenek vele, amit akarnak. Oké? Most képzeld el, itt vannak a tartozásos emberek, akik a bankoknak tartoznak. Mit szólnátok hozzá, mondjuk a bank holnap azt mondaná, hogy egy összegbe kérjük vissza a hitelt, amit fölvettél, meg a kamatait? Mit, azonnal csődbe mennél, azonnal abba a pillanatban, érted? Azonnal még annyi pénzed se lenne, hogy élelmiszert vegyél. Gondold végig. Milyen egyszerű. Ha nem hiszed el, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag meg vagy véve, a testedet megvették. Világos ez? Ha tetszik, ha nem. Szóval egy érdekes világban élünk, ha te egy jobb világban akarsz élni, akkor tudatosnak kell lenni. Az, hogy hol találsz tudatosságot ebben a világban, nem érdemes keresgetni. Miért? Mert rajtunk kívül úgyse fogsz találni mást. Ilyen egyszerű, jó? Úgyhogy ha tudatosodni akarsz, itt a helyed. Ha nem, akkor meg úgy éled az életedet, ahogy akarod, jó? De az a te bajod lesz. Köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, sziasztok!